királyfi. Egyszer volt, hol nem volt, az óperáciás tengeren is tűz. Volt egy aliás királyfi. Szerette volna felségül kapni a szomszéd ország királyának a leányát. El is ment leánykérőbe, de az öreg király megmakacsolta magát, és nem adta neki lánya kezét. A királyfi ott maradt a városban. Kivett egy szobát, és azon tanakodott, hogy törhetne borsot az öreg király orra alá. Felöltözött borbélyegénynek, és bekapogott a király palota egynek a húr. Állj! Hogy hívnak? Pálinkának füllentette az árvás királyfi. Mondta Pálinka, hordd el az írhádat, amíg szépen mondom. Elszólt a királyfi a második lakhoz. Állj! Hogy hívnak? Mordult rá kapus. Valakinek felelte. Hát elég buta nevet adott neked az anyád. Jobb, ha eltakarodsz. Királyfi elszaladt a második kaphoz. Te meg ki vagy? Ugrott el a kapus. 4 hete a nevem. Ennyi! Fura egy neved van, és mit akarsz itt? Borvélegény vagyok, meg szeretném borotválni a királyt. Rendben van, eredj be hozzá. A királyfi bement a palotába, de nem a királyhoz, hanem a konyhára. Kit keres, lelkem? És mi a neve? Kíváncsiskodott a szemelésnek. Macska az én becsületes nevem, és a király kisasszonyhoz jöttem. Ej, a macska rúgja meg, hát ilyen nevet még nem hallottam. És mit akar a király kisasszonytól? Egy levelet hoztam neki, attól a királyfitól, aki 4 hete itt jár. Hamar vigye azt a levelet, azóta is ott zogog a szobájába. Aztán meg jöjjön vissza, mert minden túlós étes lesz a vacsora. Úgy is tett, bekapogott a király kisasszony szobájába, aki akkor is sírt. Jó napot kívánt mellette a királyfi. Az én nevem túlós étes, úgyhogy levelet hoztam. Nagyot kacagott ezen a király kisasszony. Nézd rám, folytatta a királyfi. Nem ismersz meg? A király kisasszony felsikolt. Jaj, vége az életünknek, ha az apám megtudja, hogy nem elészelt élni. Király megígérte, hogy éjjelre elmúlik a konyhába. Reggel a királyné aggódva látja, hogy lánya sápadt. Beteg vagy, édes leányom? Egész éjjel nem jött állam a szememre a túlós édes miatt. Kár volt, olyan sokat elmett belőle, mondta a királyné. Reggel a királyfi jelentkezett a királynál, hogy megborotválja. Hogy hívnak, fiam? Kérdezte a király. Valakinek felelte. El is kezdte a borotválást, de csak fél oldalt vágta le a király szakállát. Aztán kiugrott az ajtónak, és futott át gombokron át. Megállj, te zsivány! Csak kerülj a kezem közé! Kiáltott utána a király, és lánya sietett. Mondd, volt itt valaki? Csak a túrós rétes felelte. A király azt hitte, hogy lánya tréfál vele. Szaladt a konyhába. Szakácsné, járt itt valaki? Igen, felséges királyom, a macska. Épp most iszkolt el. Kit érdekel a macska? Morgott a király, az első kapból szaladt. Nem futott erre valaki? De igen, 4 hete. Király bosszankodva futott a második kaphoz. Mondd, járt itt valaki? Igen, itt járt valaki. És az első kaphoz szaladt. Na végre egy értelmes felelet, örült meg a király. Az első kapus a földön találta. Járt itt valaki? Nem, felséges királyom. Akkor meg miért fekszel a földön? Azért, mert a pálinka ledöntött a lábamról. Miért elölött a király? Elagyabigyálta a kapust, és visszament a palotába, ahol meghallgatott mindenkit, és rájött, hogy a királyfi volt borbélynek öltözve. Aztán üzent is érte, hogy jöjjön, vigye el a királylányt, nehogy legközelebb még nagyobb bűnt tűzön belőlük. Még az megérte, megtartották a lakodalmat. Holnap legyen a ti vendégetek, a sok nevű királyfi.